Köszönöm szépen a szót, tisztelt közgyűlés, tisztelt polgármester asszony! Azt hiszem, hogy mindannyiunk számára ismertek azok a problémák, amik évek óta a Tatabánya közbiztonságával kapcsolatban fölmerülnek. Vannak úgynevezett gócpontjaink is, ahol azért rendszeresek azok a lakosok számára egyébként nagyon irritáló kisebb szabálysértések, amiknek a rendbetételére egyelőre nem született hatékony intézkedés. Én áttekintettem és átgondoltam azokat a dolgokat, hogy milyen módon és milyen formában lehetne elindulni abba az úton, hogy ezeket megszüntessük. Itt az elmúlt hónapok és tapasztalatai azt mutatták, főleg a pandémiás időszakban lezárások alkalmával, hogy ott, ahol és meg is erősítettek abba az elképzelésembe, hogy ott, ahol egyébként élőerős rendvédelmi szervek, vagy akár csak civilek vannak jelen a közterületeinken, ott azért jelentősen lecsökkennek azok a problémák, amik jellemzően egyébként kisebb rendbontásokból adódnak, de a tatabányai közérzetet jelentősen rontják. Ezért én azt gondolom, hogy egyetlen egy olyan út mutatkozik, ami hatékonyan és gyorsan orvosolni tudná ezt a problémát, az pedig az, hogy a közterületfelügyeletünket megerősítve megpróbálunk egy olyan járőrendszert kialakítani, ahol mind a gócpontokon, mind pedig a város többi területén járőrszolgálattal, és itt szeretném kiemelni, hogy legfőképpen gyalogos járőrszolgálattal jelen tudunk lenni a közterületeinken, preventíve megakadályozva, hogy ott egyébként ezek a problémák továbbra is előforduljanak. Áttekintve a mostani helyzetet és a mostani rendszert, én ez természetesen nem legyen az egyik pillanatról a másikra. Nem lehet úgy létrehozni egy változást, hogy egyik pillanatról a másikra hozunk döntést, és azt mondjuk, hogy innentől kezdve másképp működik. Áttekintve a mostani rendszert, sokkal szerencsésebbnek és átláthatóbbnak gondolnám azt a megoldást, hogy egy önálló rendészeti szerv létrehozásával kezdenénk ezt a munkát, amelyen belül aztán a különböző feladatokra a megfelelő rendészeti szakembereket föl lehetne venni. Itt két probléma van előttünk, az egyik a mostani szervezeti egység, ahogyan működik. Én azt gondolom, hogy ez nem átlátható, kérem a tisztelt képviselőtársaim, hogy nézzenek be a költségvetésünkbe. Nem lehet a költségvetésből kibokarászni azt, hogy egyáltalán mennyit költünk a közbiztonságra. Azt gondolom, hogy ez egy lényeges kérdés, egy olyan lényeges kérdés, amire mindenki kíváncsi, amikor a közbiztonság állapotáról beszélgetünk Tatabányán, hiszen ezzel lehet lemérni azt, hogy mekkora forrásokat csoportosítunk oda. A másik pedig egy olyan probléma, ami azt vetíti elő, hogy hozzá kell nyúlnunk a struktúrájához, a bérezéséhez, a közterületfelügyelők bérezéséhez, hiszen be kell látni, hogy ez egy olyan munka, aminek a végzéséhez egyébként nagyon sokszor konfrontálódni kell, élesen konfrontálódni a tatabányai lakosokkal. Nem egy pozitív munka, és nem egy pozitív megítélési munka a tatabányai lakosok részéről. Én azt gondolom, hogy ha azt várjuk el a közterületfelügyeleinktől, hogy hatékony rendvédelmi munkát végezzenek, akkor vissza kell állítani ennek a szakmának a becsületét és tiszteletét. Ennek az egyik módja a mi részünkről pedig az lehet, hogy egy megfelelő bélezést és megfelelő munkakörülményeket próbálunk nekik biztosítani, mind a mellett, hogy megadjuk hozzá az ő munkájukhoz a megfelelő jogi védelmet is. Erről szól alapvetően az előterjesztésem. Hozzáteszem, ez egy első lépés lenne ahhoz, hogy aztán a további szükséges lépéseket meg tudjuk tenni annak érdekében, hogy Tatabányának a közbiztonsága jelentősen javuljon. Én azt gondolom, hogy egy ilyen szervnek a létrehozásával mind a rendőrség munkáját, mint pedig a tatabányai lakosoknak a közbiztonsági érzetét jelentősen tudnánk növelni, főleg, hogyha figyelembe vesszük azt is, hogy ennek a következő lépése egyértelműen egy létszám növekedés lenne a közterület felügyelők számába. Ez lenne az elsődleges célja. Én kérem, hogy tárgyalják meg és vitassák meg egymás között, és hogyha van kérdés, akkor várom ezeket. Köszönöm szépen!